belül van egy hagyományos, meg van egy naturálvonal, akkor az mit jelent alapvetően? Tehát, hogy az egyiknek olyan túl sok ez az egészséghez nincs. Na, és arra gondoltunk, hogy felhívjuk Anettet, akivel egyrészt 1000 éve nem beszéltünk már. Tehát ezért is, hogy fel tudjuk hívni. Másrészt pedig megkérdezzük, hogy őt mi vitte le az edzőterembe, mennyi kitartás kell ez, mennyit tett naponta, mert szembetűnő, tehát ő is egyszer csak rálépett erre az útra, és hihetetlenül leszállkásodott. Ráadásul szülés után. Igen. Ugye? Az szerintem az mondjuk jó, ha így egy nő azt mondja, ha van rá idő, meg van rá lehetőség, hogy így összekapom magam szülés után. Az hogy képes dolog. A szülés utáni depresszió, nem? Mire képes? Na, megkérdezzük mindjárt Anettet. Erről itt van Kővári Anett. Hello, Anett! Hello, baby! 1000 éve. Hello. Ne sír, kicsim, hello, ne sír. Sziasztok. Szia, hello, Anett. Ciao. Na, megtaláltuk a számodat. Na. Kicsit kegyeszélni az elej. Senki de... más nem állt már veletek szó. Már senki nem akarja nekünk felvenni a telefont. Na, kérdezzetek. Hát először is gratulálunk az eredményeithez. Először kezdjük a nagy a babához. De hogy ugye mi azóta nem is beszéltünk. Nem a házassághoz, a diplomát. Nem, házasság nincsen, csak baba van. Így van, baba. Igen, köszönöm. Uh-huh. De hát baba már lassan 3 éves, szeptemberben kezdi az óvodát, úgyhogy már nem annyira baba. Igen. Jézus, hogy jó Isten. Gratulálunk a gyerek diplomájához. Igen, most ballagott el a gyerekért. Fantasztikus is. Na, és milyen a babázás, jó? Hú, marha nehéz, nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Főleg most egy olyan korszakban vagyunk, nem tudom milyen indítatásban, édes drága kislányunk hajnagy 1 és 3 óra között ilyen random szerint megjelenik a hálószoba ajtóban, és beköszönöm, hogy szia anyu, megjöttem. Tényleg? És igen, egy hete tart most ez az éjjeli őrjárat, úgyhogy hát igazából nem nagyon tudom, hogy mi miatt van, hogy fél, vagy melege van. Vagy rájön a góran a tablettáidra. Igen, eszi a fehérje porodat. Felpörgeti az estik az egy, amit kap. Figyelj, nem fog megoldódni, tehát ennek nincs vége. Tudom. Vagy beengeditek, vagy egy örök harc lesz, tehát itt két választás van. Vagy nem engeditek ki az ő szobájából. Igen. Hát az a megoldás egyelőre, hogy apuka úgyis kint alszik a kanapén, ott a horkor is nem lehet mellette aludni, úgyhogy én ilyenkor rutinszerűen mindig kiküldöm, hogy menjek ki apához kicsi. Jó, és indul is ki. Jó fej vagy. Még ezért nem vagytok olyan régóta együtt, már külön alszatok. Mi lesz azért egy pár? Hagyjuk ezt. Igen, mondom, hogy azért, mert 10-15 év után az ember már akar egy nyugodtat aludni, átmegy a másik szobában, rendben van. Vagy idősebbeknél hallott, hogy már külön alszanak, oké. De hát azért... Nem, olyan adottságé vannak a párjának, hogy beír a szobába a vége. Maradjunk annyiban inkább, hogy rettentően mániás vagyok, és én senkivel nem tudok együtt aludni. Tényleg? Maximális csönd, igen. Jézus Isten. Egy térre van szükség. Te is olyan kényszeres vagy most, mint a Jani? Hú, én imádom a Jani megszólalásait, Istenem, én annyira boldog vagyok, hogy hallom az ő dolgait, hogy nem vagyok egyedül. Ugye, nem, sokan vagyunk így. Csak a többiek még illegalitásban. Igen. Na, mi a helyzet akkor ezzel a gyúrással, ami tulajdonképpen a fő témánk, hogy ez csak ezt így beütött neked, hogy na most le kell mennem egy edzőterembe, vagy hívtak, csábítottak? Nem, ez nálam úgy kezdődött, hogy én a szülés után elég komoly depresszióba estem. Hát a téged is megtámadott, mi az a fonálféreg, vagy mi az a fonálféreg? Az előző fél órában beszélt a bányászféreg, mert nem hívtam még a természetgyógyászt. Nem tudom, akkor ez még mindig az agyamban van szerintem, mert én ezt nem kezeltettem ki, ilyen szinten én csak pszichológushoz jártam, és ott a nehéz napjaimban én elkezdtem először csak jógázni intenzívebben heti 2 alkalommal, és mellette meg elkezdtem itthon ilyen nagyon visszatekintő, ilyen nevetséges súlyokat emelgetni, és így azt éreztem, hogy marha jót tesz a lelkemnek, és a testemen is elkezdtem látni a változásokat. És úgy voltam vele, hogy hát ez annyira jó, hogy akkor csináljam egy picit intenzívebben, és akkor még intenzívebben, és aztán már ott jártam, hogy akkor kellene valami cél, hogy úgy legyen valami tétje is a dolognak, és az edzőmmel, akivel elkezdtünk annak idején edzeni a Jocival, azt mondtuk, hogy jó, akkor legyen a most tavaszi Európa-bajnokság. És egy idő után rájöttünk, hogy kevés az ő rutinja, mert ő is akkor kóstolgatta ezt az egész személyedzés történetet, és úgy kerültem én a Német Dorottyához, aki 2-szeres fitness világbajnok, és az utolsó 1 hónapban... Leadtad Jocit hamar, tehát láttad Jocit, hogy nincs perspektív, Jocikám nagyon jó volt, köszi ezt a 3 órát, na. Igen, hordozor, akit a leválik. Igen, hessa,
arrébb megyek másra. Hát a Jociban nincs perspektíva, azonnal dobtad is. Nem, a Joci nagyon aranyos és nagyon ki, de nincsen meg a versenyfelkészítési rutinja és a versenyeztetési rutinja, és ezért kellett nekünk egy olyan nagy szerelemben, mint amilyen a Dupi. Hát halljátok, kőkemény. Tehát az igazi kiképzőtiszt, és nem érdekli, hogy sírsz, hogy hányt, hogy émelyek az edzőteremben, csináljad 4000 kitörés. Tehát másképp egyébként nem is lehet felkészülni. Szóval nekem igazából ez volt a mozgatórugó, én nem a divattal foglalkoztam, meg azzal, hogy most ezt trendi, meg nem is nagyon figyeltem én ezt akkor, még amikor elkezdtem tavaly októberben, hanem egyszerűen csak az vezetett, vagy az hajtott, hogy jól éreztem magam tőle, és hogy marhára tetszett, amit a tőlben láttam. Akkor még egy éve sincs, hogy csinálod tulajdonképpen, ez tavaly október, tehát kis túlzásra 6 hónap tényleg. És megnyerted az EB-t, vagy mi van? Mi volt? Nem, az EB-t még nem indultam. Na. De miért nem sikerült kvalifikálni? Kiderült egy szexvizsgálatból, hogy férfi vagy. Igen, szóltak meg ezt, és kizártak meg a hormonokat, megállapították, hogy ez még a Joci pisie. Egy kis csövecskével érkeztél, de lebuktál a tükörszobába. Nem, hát igen, sokat rölgök ezen magamban, hogy gyakorlatilag két versenyben én vissza is vonultam, hanem ez úgy történt, hogy a kvalifikáció, nem nagy verseny volt Nyíregyházán, azért felmértem azt, hogy mi az, amiben le vagyok maradva. Tehát tényleg, ahogy beszéltétek, azért olyan lányok állnak ott színpadra, akik évek óta csinálják ezt, és gyönyörű az izomzatok, és pontosan nem a férfias kategória ők, mert a fitness modelleknél, a WBTS szövetségnél pontosan az a szempont, hogy még nőies maradjon, és éppen, hogy csak látszódjon az izomzat, tehát egy gyönyörű szép feszes testet lássunk a színpadon, de azért volt nekem ott elmaradásom, így visszanézve a képeket, így igen, tehát jó. Azt mondtad, hányadik lettél? Mert ugye én most látok egy ilyen ausztriai versenyt, amin indultál. Az volt az első versenyem, aha, az Ausztria kupa, ott ötödik lettem. A betyárja. Oh. Azt a mindenit. De nem ötből. Igen. Nézd, hogy Ilonka néni átbotorkált hátul a díszletben, mondták, volt jó, a hatodik. Jó, akkor ötödik vagy a ne. És az EB kvalifikáció, tehát 17-en vagy 18-an indultunk a lédi kategóriában, mert hogy már oda tartozom, így 34 évesen, és ott tizedik lettem. Oh. Tehát ott azért el is középmezőnben végeztem. Igen, kérdezni akartuk, hogy ez most melyik kategória, mert ugye a Győzike úgy nyert, hogy neki létrehoztak egy ilyen úgynevezett szerep kategóriát, ami egyedül. Létrehozták, csak senki nem jelentkezett, csak Győzike. Mert indult egyedül, és megnyerte. Milyen durva lett volna második lesz. Én, ha döntőbíró vagyok, biztos azt mondom, sajnos csak második. Igen, de ez egy másik szövetségnél volt, és ő ráadásul, ahogy néztem a képeket, ő nyakig felöltözve mutatta meg a testét. Hát, tehát igen, azért nem véletlenül az egyedi kategória. Igen, smoking ma jött. Figyelj, akkor csak egy gyors technikai kérdés, hogy mondanál nekem, hogy miért kell magatokat leönteni mindig ezzel a lehetetlen színű narancsárga folyadékkal? Tehát miért néz ki mindig úgy, mintha egy csőcsere után, 3000 év szoláriumozás után lépne a színpadra? Tehát mi ez a lehetetlen... Ki a főszponzor, a Floriol? Miért kell mindenkinek ilyen lehetetlenül barnán kinézni, ilyen természet ellenesül bronzbarnán ezeken a versenyeken? Borzasztó. A válasz, a sötétebb bőr az jobban kiadja az izomzatot. Tényleg? Igen. És itt nekünk egy-egyen teddy hengerre bekennek? Előtt az öltözőben? Hát az első versenyünk barnitását azt imádtátok volna, mert a MyBody csapata, 4-en vagy 5-en voltunk lányok, és az edzünk, a német Dóri, hát bugyiban barnitottuk egymást. Tehát ott. De mi van, egy piszni a kezetekbe, és akkor így lefújjátok egymást? Vagy hol? Nem, ott nem fújtok, ott hengerrel, ahogy mondod, szép hengerrel. Tényleg, van ilyen teddy henger, amivel így áthengerezitek egymást? Hát ezt vettük a barkácsboltban. Megjött az 2-50 literes diszperzites vödörrás. Most a rendeti tedjenkre ezt a csajokat. Óriási. Mondjuk ez jó meló, ha pasiként ezt csinálod, hogy csajokat hengerezel. Ez egy jó meló. Miért kell ezt ilyen narancssárga színűre? Ez nem narancssárga. Ilyen barnás, bronzos. Az valószínűleg csak a reflektorok fénye miatt látjátok sárgásnak, az egy nagyon-nagyon mély barna szín. Ja. És meg hát attól is függ, hogy kinek milyen a bőre pH értéke meg tartalma, hogy hát volt olyan, aki bezöldült a barnitótól. Hát, kiderült, hogy allergiás rohamot kapott, ilyen, és kalciumot kellett neki adni. Tudod. Hát meg figyeljék el a lejárati dátumot, nem? Csajok, valaki számokat vágja? Felkered magad, hogy zöld leszel, azért az kemény. Jó, nem, ezt tényleg nem értettem. Na, de hát akkor vannak eredményeid, és még mi a vége, vagy hol a vége? Még továbbra is csinálod?
Igen, most pihi van. Múlt hét, vagy mikor? Hát másfél hete volt az utolsó, második versenyem, amiben visszavonult. Meg kell várni, mi kiürül a napozim. Úgy mondhatom, hogy a többi lánynak, akik ott álltak velem egy színpadon, olyan fenekük van, mint a versenylovak, tehát a fantasztikus, és ahogy képest az enyém, az még olyan volt, mint egy ilyen, nem tudom, náthás gedélyé, tehát hogy ott azért van még mit dolgozni. És van olyan, hogy az edzőnéni odajön, ilyen fura folyadékkal, meg két tablettával, hogy ne kérdez semmit, csak edd meg. Tehát van ilyen, hogy ez nem kell tudnod. Ezt most tessék lenyelni gyorsan. Nem, ezen én is mosolyogtam, amikor kiraktam a Facebookra képet, éppen hogy látszódó kockás hasamról, és akkor ja nem is, valamelyik plegykala pászött, és akkor olvastam a kommenteket, biztos kokszol. Tehát, hogy azért az én testem, hol van még bármit kellene dopingolni. Igen, az ott látni már, amikor kicsit az arcsont is így elkezd átalakulni, és ilyen markáns férfi vonások jelennek meg, és így a mosoly helyett vicsorognak, ott látod, hogy azért nem csak zabbal turbósít reggel, nem? Amikor már nem szívószál, hanem egy verős csonttal szívja fel a turmixet. Ott azért látod, hogy lecsúszott 6-8 kiló neroból azért. Nem, nálunk nincsen ilyen. A Dóri, ő csak szavakkal próbál motiválni. Tehát ő így oda tényekkel szembesít. Ugye két nap múlva színpadra áttett, tényleg hisztizál. És akkor így elgondolkodsz, hogy most akkor mi értelme van annak, hogy így nem akarom csinálni. Tehát ebben merül ki, meg a diétára nagyon odafigyelünk. Ugye van egy speciális 12 hetes versenydiéta. Annak a vége azért elég kemény, ott mindenféle vízhajtási procedúrákon esünk át, ott csalánteával. Már törik a zsolnai, mi? Gyerekek, de hát az pihésen is tönkreteszi. Igen, ez a klasszik vízmegvonás? Tehát amikor például nem ihatsz, mert nem vihetsz meg folyadékot? Először a hét elején nagyon nagy mennyiségű folyadékkal felpörgetjük a besenműködését. Nagyon remélem, hogy jól mondom vissza, mert annyira azért még nem értem ezeket a dolgokat. És utána, ahogy a besenműt egy jó centrifuga itt bepörög, minél kevesebb vizet kap, ugye akkor is folytatja ezt az intenzív működést, és még a maradék vizet is kihajtja. Tehát én a második versenyemen 53 kiló voltam a mérlegeléskor, ami azt jelenti, hogy nagyjából ilyen 2-3 kiló vizet hajtottam ki a szervezetemből. Atyaisten! Ezen a módszerre nagyon durva egyébként, és hát ugye azt is tudnotok kell, hogy amit láttok a színpadon, ez a versenyforma, ez nem egy tartató állapot. Mint kamerőre van zsírozva az egész. A zsebünkben van a zsűri. Persze, nyilván utána azért ez nem tartható, persze. Mennyi két napig nézel így ki, és aztán elmúlik? Két nap körülbelül, igen, mondta az edzőm, és kérdeztem, hogy ez mennyi idő alatt fog visszajönni, figyelj, azt mondta, maximum 3 nap, hát utána mindent tart elkezd, bocsánat, összeedni az ember, amit ugye addig nem lehetett. De mondjuk az én szervezetem, meg a legtöbbek, akikkel beszélgettem, annyira hozzászokik ehhez az egészséges étkezéshez, hogy nekem is másfél hétig ment ez, hogy most mindenfélét kívántam és összeedtem, de most már ott vagyok, hogy megint visszatértem a tiszta étkezéshez. Azért ott az utolsó 3 napos étkezéseteket azért egészségesnek ne nevezzük. Hát szóval, hogy külön alszik a palia, érted? Hát ezt kibírná. Meg ez a vízkihajtás. Lejöttél a színpadon az 5. hely után, a Dória hátadat a csapot, és porzottál. Jött egy ilyen... Igen, azért elég furcsa volt, amikor mondta, hogy mosolyog a színpadon, amikor úgy érzem, mint a homokkal lenne tele a szám, és úristen, nagyon durva állapot az. Az mondjuk igen, de a versenydiéta... semmi másról nem szól, csak a fehér és a szénhidrát játékáról, hogy most ebből ja, meg abból értem, tehát akkor tulajdonképpen ezért vicsorognak, hogy én ugye állok egy hotdoggal a kezem, és nézem őket a színpadon. Állok egy jegestával, tudod, hogy ezért nem tudom, az arénában valahogy nézem a csöket, és rohagy meg, hogy ezt a másik meg nézd, ott viszi a grill csirkát. Igen, és azt hiszem, hogy amikor Feri egy fél kiló abáról felszállal a nyakában, megjelenik a takarásban. Feri megérkezik a fitball, azzal egy kolbásszal a nyakába, érted, a csajok meg vicsorognak a színpadon, rohadjál meg Feri, hogy kolbászol. Akkor értem, jó. És fia, pasid, mit szól hozzá? Volt olyan, hogy mit tudom, hogy 2-3-szor megforgatott otthon, hogy keresne a melleidet? Igen, ezzel egyébként se álltam én túl jól, tehát azért a jó Isten onnan őközön elvette a dolgokat, de egy nagyon kedves barátom mondta azt, hogy Anett, ne feledd, inkább egy jóság, mint egy szilikon mell. Úgyhogy én úgy ezt mondtam. Az ennyi, úristen. A fenék a számi gyerekek, az jó, az fontos. Az jó, csak hogy az kell.
De hát az is visszajön, amikor vége a diétának, tehát az főleg a diéta miatt tűnik el, azon a szinten, ahogy én csinálom ezt az egész fitness. De hát akkor ez egy ilyen optikai csalás, ahogy titeket oda föltámasztanak a színpadra, igen. Nem? Tehát így fölraknak, elengednek, megállsz 3-5-be a póz, és valaki levesz, és azonnal leszel iszolt. Az a vissza hóna alatt. Ez így van, hogy hónapok munkája, és gyakorlatilag 30 másodperc a színpadon. Amikor én először fölmentem a színpadra Bécsben, mert képzeljétek el, hogy egy bevásárlóközpont kellős közepén volt a színpad, és... Jézus Isten! Egy autóátadás és egy Mikulás ünnepé között. Megpörgettük a igen, közvetlenül az autósorsolás és a tombola után. Igen, akciós glükmeinek közben. Figyelj, és a pózokat gyakoroljátok? Tehát van ilyen, hogy bemegyek az öltözőbe, és öt csaj ordít a tükör előtt biceps pózban? Tehát ez van ilyen? Nem ordítunk, tehát azért nem vagyunk félőrültek. Nem, az Arnold írt egyszer, az Arnold Schwarzenegger, így tréfálta meg az egyik társát, hogy kérdezi, hogy hogy legyen hatásos fönn a színpadon, és mondta, hogy minden póznál üvölts egy nagyot, és amilyen fölment a színpadon. Mr. Univerzum, de 78, nem és csak lepontozták a gyereket, elküldték haza, Arni meg röhögött, hogy de hülye vagy, megcsináltad, ez benne van a könyvében. Szóval akkor ti nem ordibáltok. Nem, mi nem ordibálunk, és minden kategóriának egyébként mások a pózai, tehát más kidolgozottságot kell megmutatni. Nekem a hátsó alapállással van borzasztó nagy gond, mert ott iszonyatosan kellene pucsítani, és nekem nem. És üvöltött az edző lehet, hogy pucsítsa jobban tényleg. Így megy, hogy a Dóri ott ül a nézőtérén, igen, és ordít, hogy húzd hátra a vállat, tartsd, vagy fogd a hasad, lábadra figyelj. Nagyon-nagyon-nagyon. És az edzők tényleg ordítanak? Hát ez nagyon igen. Jó. Ez igen. Nagyon jó. Tehát igen. Ott ül az osztrák, igen. Ott ül a lent a magyar, és mindenki ordít. Pucsicske, te állat! Hát ez nagyon jó. No. Igen, és így zajlik. Szóval ez nekem még meg kell tanulni, meg hát elég sok mindenben kell még azért javítani, nagyon sok mindenben kell dolgozni, de a következő hónapokat azt így elpatítom. Hát úgy voltam vele, amikor benne voltam, na hát én ezt még biztos, hogy nem, amikor gramra ki kell mérni, hogy mennyi fehérje, mennyi színjel dobozolni, és itt nyilván van halszagom volt, tehát borzasztó, de amilyen mennyiségű halat meg kell lenni egy ilyen versenydíjra. Állandóan böngészni a vad a legfrissebb listáját. Mi kerültek föl? Mik a tiltanak újabb tiltott szerek? Nem, teljesen tiszta. És tényleg úgy voltam vele, hogy hát én ez biztos, hogy még egyszer nem, de ahogy vége lett, hát már most azon gondolkodom, hogy mikor kezdhetjük már újra, mert a héten még pihi van. Mert jövő héttől majd kezdődik újra fel. Volt olyan, egy gyerek így elbizonytalanodott fél után, amikor szaladt felé, de amikor hazajöttél, hogy... Nem, a gyerek nagyon cuki, ő pózol velem, amikor képzeljétek el, hogy este ugye a tükör előtt szoktam gyakorolni, és akkor ő is feláll a fürdőkedben, anya, pózsolunk? Tényleg, és együtt nyomjátok? Igen. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy látja a jó példát, és nagyon sokszor anya előveszi a jóga szűnyeget, hogy anya, akkor tornázzunk, és nekem ez nagyon hiányzott, ugye nem volt arra lehetőségem, ott az Isten hátam mögött a kliszkán, hogy sportoljak, meg hát akkor nem is volt ugye azért, hogy ennyire elterjedt a tömegsportok ténye is. Volt ott is gátfutás, nem amikor kergetettük az almat, hol vagyok, és gátátok át a kerítés. Igen, máshogy a műszik a sportot, és hogy örülök neki, hogy ő azért valamilyen szinten ezt már így mindennaposnak tartja, és hogy anya meg tornázni, akkor néha ő is lábat emelget, meg hajolgat, és egyébként marhőgyes minden ment, úgy cizik, mint egy fiú. Pózol és horkol, tiszta anya, tiszta apja. Igen, és levélszámra eszi a napozó. És a pilóta kabátja alá felvesz 20 Rolex-et. Ismeritek a lányomat tényleg. Na jó, most ha fél tíz van, lenne hírek, mondanám, hogy maradj itt, mondd el a híreket, de csak egész kor van hírek, úgyhogy nem tudunk neked. Nem tudunk hát neked most mit tenni. Nagyon szívesen rittyentenék akár egy időjárás jelentés, ez az úgy belém még 12 év alatt, hogy bármikor képes vagyok elmondani. Na. Mondtok egy hónapot is elmondom, hogy miért. Hát most néhány helyen esik, néhány helyen fúj, tehát bármit mond, az betalál igazából. Így van, eltoltan eső várható. Ennyi. Hát meg is vagyunk. Na jól van, ne törültünk. Én is nagyon jó volt veletek. Puszi neked, köszönjük. És ne bánd a melleidet, az Everesten is csak a csúcs a lényeg. Így van. Egy kerek popsikár fotol a melléd, úgyhogy nincs az a baj. Puszi. Sziasztok. Szia, mellett, köszönjük. Ciao, hello.
Azért le a kalappa, azért ez komoly. A meló, ami persze, de bárki bármilyen sportba komoly melót tesz, és ilyen eredményeket ér el, bár csak mindenki ezt követné, nem? Vagy ezt csinálná. Tehát azért ez jó. Na játszunk egy jó kis hármasugrás.